Több mint 1300 diákkal kezdi a Neumann János Egyetem a 2018-19-es tanévet. Idén a GANFkar mellett a még fiatalnak számító gazdaságtudományi karra vették fel a legtöbb diákot Kecskeméten. Az elsőéves hallgatók hétfőn reggel az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén tették le esküjüket. A Neumann János Egyetem elsőéves hallgatói esküben fogadták meg hétfőn délelőtt, hogy tudásukhoz és tehetségükhöz képest a legjobbat hozzák majd ki magukból. Immár fél évszázados munkra tekint vissza, hogy szeptember első napjaiban mi is köszöntjük, és az egyetem hallgatójává fogadjuk új diákjainkat, a fiatal gólyákat. A 2018-19-es tanévre összesen 1361 hallgató nyert felvételt, ebből a kecskeméti karokon 1066 diák kezdi meg a tanévet. A legtöbben, 607-en, a GANFkaron első évesek. Kecskeméten a gazdaságtudományi kar képzései bizonyultak a második legnépszerűbbnek, ami komoly eredmény, hiszen egy viszonylag új karról van szó. Gazdasági szakok mindenképp nagyon népszerűek, talán a legnépszerűbb szakok a mai magyarországi felsőoktatásban. Kecskemétnek a vonzereje, a hívószavai viszont azt gondolom, hogy a mi egyetemünknek kedveztek. Ez eredményezte együttesen azt a nagyon jó felvételi létszámot, amit az elsőéves gólyák most idehoztak az egyetemünkre. 186-an kezdenek idén a gazdaságtudományi 3 alap és 1 mesterszakon. Utóbbi országosan a harmadik helyen szerepelt idén a felvételi rangsorban. A pedagógus képző karon idén 181, míg a kertészeti és vidékfejlesztési karon 92 elsőéves ülhet be az előadásokra. Kecskemét vezetése nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt években az egyetem népszerűsítésére. Tanuljanak tehát amennyit csak tudnak, de mellette a megismerés más forrásait is használják ki. Ilyen a város által nyújtott források, szórakozás, sportlehetőségek, kulturális lehetőségek. Kecskeméten a gazdasági környezet is kedvező a diákok számára. Elsőként a Neumann János Egyetemen vezették be a duális képzést. Ez sokat nyom alatba az egyre tudatosabban választó fiataloknál. Nagyon konkrét kérdéseket tesznek föl nyílt napokon, rendezvényeken, edukációkiállításon és minden olyan alkalommal, amikor találkoznak velünk. Legyen szó a munkaerőpiaci lehetőségekről, jövendőbeli fizetésről, aztán azokról a feladatokról, ami rájuk várhat. Az ünnepi szenátusi ülés végén a Neumann János Egyetem szenátusa professzor emeritus címet adományozott dr. Lévai Péter nyugalmazott főiskolai tanárnak, a kertészeti kar egykori főigazgatójának és dr. Kovács András nyugalmazott főiskolai tanárnak. Dr. Horváth Ágnes Emília, aki több mint 3 évtizeden át dolgozott az intézményben, professzor emerita címet vehetett át.